van idő bőven visszazárni. Köteles nem kapkod el semmit. Csánál emelkedik, és ő csúsztat. Pintér Bólint, a Józsi is ezt teszi, Kovács. Ő végre levette a labdát, Bőr. Az egyik közönség kedvenc itt Győröt, jó labdát ad Bajzátnak. Kovács érkezik a rövid sarok felé. Józsi ellépi, Bőr, 11-es. Kassai Viktor a 11-es pontra mutat minden bizonnyal. A vendégek valamely játékosának a kezéhez ért a labda. Kassai Viktor habozás nélkül a büntetőpontra mutat. Az ítélet végrehajtó pedig, ha minden igaz, akkor a hazaiak csapatkapitánya Stark Péter lesz. Köteles Stark párharc tehát a 9. percben. Nem is vitatkoznak a vendégek. Na nézzük az aprítani valót. Stark fut neki, és berúgja! A 9. percben Stark Péter büntetőjével vezet a Győri Eto FC a Diós Győr csapata ellen. Maga biztosan a kapu közepébe bombázott. Nem remegett meg a csapatkapitány lába. Supics. Bevonják Starkot is egy kicsit a játékba. Völgyi. Koltai és Józsi, ez eddig szép játék. Koltai szépen pörget, és nincsen les, és nincsen les. Bajzát nem volt lese, Bajzát és Kovács. Kovács, 2-0! Kovács! A 18. percben megszerzi a hazaiak második gólját. Egy gyönyörű indítás után, Koltai indítása után Bajzát lépett ki, úgyhogy nem volt lesen. Önzetlenül Kovács elé tálalt, Kovács Zoltán pedig köszönte szépen, és bepasszolta a hálóba a labdát, ez neki rutin feladat. Kovács Zoltán találatával tehát Győri Eto FC DVTK 2-0. Valószínűleg Józsi legurítja. Stark. Stark elvállalja, jó is az, köteles bravúr! Másodszorra pedig sikerül tisztázni. Volt benne húzat, ahogy mondani szokták. Kovács Zoltán a felpasszot lekészítette Koltai. Ez is gyönyörű játék, köteles. Nagyon jó tempóérzékkel mozdult ki a kapujából. Együtt élt a játékkal, felisztette Bajzát elől. Tokodi labdát szerez. Józsi. Bajzát ezúttal nem volt lesen, gyönyörű cselek. Egyedül próbálkozik, jaj, de szépen csinálta is a lövés! Kár volt! Köteles bravúr! Faképni hagyott mindenkit Bajzát, egész nyugodtan vezethette volna még, de ne vegyük el köteles érdemeit, hiszen tornáznia kellett ezúttal. Tudod, milyen megjárt a Stevanovicsot, ő pedig Bőrt. Bajzát, nem volt les. Kovács középen Bőr, teljesen üresen kapja, jó is az átvétel, Bajzát higgadtan bepasszolja a 43. percben, 3-0! Bajzát Péter 201. mérkőzését, illetve 200. mérkőzését góllal ünnepli, és ezzel egyedül vezeti a Soproni Liga góllövő listáját 8 találattal, egy gyönyörű kombináció után. Higgadtan passzol az előre eldőlő köteles mellett a hálóba. 3-0 tehát a 43. percben. Nem volt annyira súlyos szabálytalanság, hogy sárga lapot érjen. A játék mehet tovább. Stark. Tokodi Bajzáthoz. Bajzát elérül, ez is gyönyörű mögékerülés. Bőr középen, Kovács mutatja magát, és 4-0! A 45. percben
Három húzásból értek át a vendégek félpályájára győriek. És Kassai Viktor le is fújja az első fél időt. 4-0-ra vezet a Győri Eto FC 45 perci játék után. Kovács Zoltán találatával. Nem találok rá szavakat. Bőr. Koltai. Józsival az összjáték, Koltai beadása, középen van érkező, Völgyi, gól! 5-0! Az 50. percben Völgyi Dániel mintaszerűen érkezik Koltai beadására. És 5-0-ra módosítja a Győri Eto FC Diósgyőr találkozó állását. Kiütéses! Vereség, egyelőre így néz ki Diósgyőri szempontból a találkozó. Völgyi Dániel is feliratkozik a góllövők közé. Mintaszerű érkezés, és ahol a labda helye van, a kapufa mellett, oda be is helyezi. Bőr. Brunovics. Szép labda újra csak Bőr. Sikerül megtúrni, nem sikerül felrúgni. Bajzát középen, 6-0! Az 55. percben fél tucatot rúg az Eto a Diósgyőrnek. Teljesen romokból a vendég feketemezesek. Nem tudnak fölpörögni az Eto ritmusára. Nem tudják tartani a lépést. Bajzát Péter szintén feliratkozik a két gólosok táborához. Ezt erősíti már Kovács Zoltán is. 6-0 tehát a Győri Eto FC-nek. Koltai. Jó a labdája Tokodihoz. Tokodi laposan középre. És Bajzát! Nem sikerül Mester 3-as rúgni a köteles. Bravúr, bravúrra halmoz. Az történik a pályán, amit a fehérmezesek akarnak. Ezúttal az, hogy Tokodihoz kerüljön a labda. Tokodi pedig be akarja adni. Homas tartol. Tokodi leülteti, összedöntötte a Hommát. A labda pedig! Nincs meg a 7. Brunovics! Bámulatos mozdulattal, kapáslövéssel próbálkozott, és újra csak köteles. A DVTK legjobbja akadályozta meg abban Brunovicsot, hogy megszerezze a 7. gólt.